Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben keresztelő János ezt hirdette. Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam a sarusziját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek, mint egy galamb leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása. Legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, Jézus megkeresztelkedett, hogy minket megszenteljen. De mit jelent ez nekünk? Mit jelent az, hogy a keresztség által sokakkal együtt, bűnösökkel és szinte bűntelenekkel együtt mi is megszentelődünk, testvérek lettünk. Ez a szózat hallatszik, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. És nekünk is ezt mondja Jézus óta a keresztségben az Isten. Te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett leányom. De vajon átéljük-e ezt tényleg? Amikor kisgyermekeket látok, akik topognak a szüleik közül, az egyiknek a karjából, másiknak a karjába kéreckednek majd vissza, akkor valahogy így képzelem el azt is, ahogyan mi Istennek a gyermekei vagyunk. Mint hogyha így futnánk az egyik szemétől a másikig, vagy akár Isten anyjához, Máriához. Mondjuk ki bátran, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk, és egyúttal Szűz Máriának a gyermekei is. Keresztelő János igazából ezzel a keresztséggel egy mozgalmat indított el, amely a kereszténység elterjedésével aztán párhuzamosan terjedt a zsidó közösségekben. Valahogy úgy, mint ma a katolikus egyházban a legkülönbözőbb mozgalmak, a karizmatikus mozgalom, vagy akár különböző közösségek, házas hétvége, vagy a neokatekumenátus közösség. Vannak, akik Szűz Máriának a zarándoklatait gyakorolják újra és újra különböző helyekre. Vagy itt van például az Emmanuel közösség, amelynek én is tagja lehetek. Aztán van alfa kurzus, sejt evangelizáció. Rengeteg fajta útja van annak, hogy hol is tudják megélni az emberek igazán a hitüket az egyházon belül. Lehet, hogy még soha nem hallottak a testvérek ezekről, az is lehet, hogy már mindet végigpróbálta valaki a saját útját keresve. Az első században valami ilyesmi volt a keresztelőnek a mozgalma. És Jézus követése, és sokan még azt gondolták, hogy Pál, vagy Apolló, vagy Kéfás, Péter követése is csak valami hasonló. De igazából éppen a Szentlélek hoz létre egy olyan egyházat, ezekből a különböző mozgalmakból, a legkülönbözőbb féle emberekből, aki itt Jézus keresztelésekor kezdi el ezt az egyesítő működést, vagy legalábbis jelét adja ennek. Ugye azt mondjuk, hogy hivatalosan pünköstkor alakul az egyház, amikor mindenkire kiárad a lélek. De itt egy biztos jelét adja annak a Szentlélek, hogy ő is itt van. És keresztelő János a szavaival is tanúságot tesz róla. Azt mondja, hogy
Én vízzel keresztellek, ő pedig majd szent lélekkel keresztel meg benneteket. Tehát a kettő között úgy tűnik, mint a kezdetben lett volna valami különbség. De Jézus keresztségével ez a kettő egyé vált teológiailag, de sajnos szubjektíve nem biztos, hogy mindig ugyanígy van. Nem biztos, hogy mindig egyből megéljük azt, hogy a lélek ilyen elemi erővel kiárad, és új energiákat szabadít fel bennünk. A dicsőítésünk, az imádságunk az lehet, hogy gyakran inkább egy ilyen kötelességhez hasonlít. És talán Isten azt szeretné, hogy ez egy ilyen szerelmes kötődés legyen hozzá, és a szerelmesek néha nem tudják azt, hogy mit is csinálnak, sőt, néha bolondságokat csinálnak, hogy csak fogjuk a fejünket, hogy lehet ilyeneket tenni, de őket nem érdekli, mert annyira lelkesednek a másikért. Milyen jó lenne, ha az imádságunk nekünk is, néha egy kicsit tanán akár ilyen bolondság is lenne, hogy annyira lelkesednénk Jézusért, hogy semmi más nem lenne fontos a számunkra. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy sokakat eltöltött már Jézus keresztsége előtt is a Szentlélek. Különösen ugye Lukács szereti leírni, hogy milyen sokakat, Szűz Máriát, Isten anyját, aztán Erzsébetet, keresztelő Szent Jánosnak az édesanyját, és vele együtt már keresztelő Jánost anyja méhében eltölti a Szentlélek, és ez a kitörő öröm, ez így rugdalózásban jelenik meg, vagy valahogyan megmozdul, és az édesanyja is érzi azt, hogy jaj, de jó, itt van, örül bennem a gyermek, és én is annyira örülök. Aztán Zakariást szintén azt olvassuk, keresztelő Szent János édesapját is eltölti a Szentlélek, és úgy mondja a Benediktusnak az imádságát. Vagy az Aksímeont, amikor a kis Jézust elviszik a templomba, eltöltötte a Szentlélek. Tehát a Szentlélek nagyon sokakat eltöltött már Jézus keresztsége előtt is, de az talán még több, akiket utána. És nem az a kérdés, hogy ezt számolgassuk a Szentírásból, vagy a szentek között, hanem a legnagyobb kérdés az, hogy engedem-e, hogy engem is teljesen eltöltsön Istennek a szent lelke. Mert akkor leszek igazán Jézusnak a tanítványa, hogyha eltöltött teljesen Istennek a szent lelke. És nem az a kérdés, hogy kinek a tanítványai vagyunk, hanem hogy a keresztségünkben tényleg megéljük-e azt, hogy teljesen átalakulunk. Hogy ezáltal már tudjuk, hogy a mi sírunk is ki fog nyílni, mint ahogyan Jézusnak is kinyílt a sírja halála után. Tudjuk, hogy mi már a feltámadásnak a gyermekei vagyunk, és ez egy óriási békét és biztonságot ad nekünk. Jézus tanítványainak lenni azt jelenti, hogy oda megyünk, ahova ő küld minket. A családosokat azt gondolom, hogy először talán éppen a családjukhoz küldi. Tehát nem kell aggodalmaskodnunk, hogy jaj, de messze vagyok a küldetésemnek a teljesítésétől. Mert ezt a terepet szánta nekik. Mégis van szükségünk olyan időre, amikor összejövünk, és együtt dicsőítjük az Istent. Van szükségünk olyan időre is, amikor egyedül bezárkózunk, és egyedül imádkozunk a szobánknak a mélyén, mert mindez a keresztségünknek a megújulását jelenti, minthogyha a tiszta forrásból merítenék újra. A közös imádság, vagy a csendes imádság az mindig a megújulásnak a lehetősége. És ez nem önzés, hogyha kiszakítjuk az időnket erre, hanem olyan, mint amikor egy háziasszony visszavonul főzni, vagy elmegy valaki a munkába, csak azért, mert utána táplálni szeretné a többieket. Az élő vizet vajon elvisszük-e mi is a többieknek? Azt gondolom, hogy ez a meghívása ennek a mai vasárnapnak. Hogy hív bennünket az Isten, hogy osszuk meg a hitünket közvetlenül azokkal, akik itt vannak körülöttünk. A családunkért tesszük. Hogyha nem tennénk, akkor nagyon is megsínli a családunk, és épp így azt gondolom, hogy a keresztény családok is sajnos nagyon megsínlik, hogyha hiányzik belőlük a közös imádság,
Ha hiányzik belőlük az, hogy emlékezzünk arra, hogy meg vagyunk keresztelve, és hív bennünket a többi szentségnek a felvételére is az Isten. Ilyenkor évelején szokták a statisztikákat átnézni, és megállapították belőle több országban, hogy a szentáldozóknak a száma igazából meglepően alacsony. Tehát, hogy bátorítanunk kell az embereket arra, hogy gyertek, és ismerjétek meg, hogy a keresztség szentsége az mit akar még bennünk kibontani. Hogyha a többi szentséggel még nem élünk, akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor a földbe a mag éppen csak elkezd kicsírázni, de alig-alig dugja ki a fejét a földből. És termést igazából akkor hozunk, hogyha haladunk tovább a szentségeknek ezen a gyönyörű útján, amelyre meghívást kaptunk. Mind az egyéni, mind a közösségi imádságra és a szentségeknek a vételére is szükség van a családban. Nem elég, hogyha csak egyénileg imádkozunk értük, hanem kérjük őket, hogy gyertek, imádkozzatok ti is velünk, hiszen meg vagyunk keresztelve, vagy ha nem, akkor még van lehetőségünk arra, hogy megkeresztelkedjünk. Olyan csodálatos, hogy keresztelő Jánoshoz mindenki, a fiatalok és az idősek együtt vonulnak ki, és úgy keresztelkednek meg, hogy nincs korhatár. Szokták mondani, hogy valami 0-tól 99 éves korig van, hát ez még a 100 év fölöttieknek is lehetőség. De talán a megújulás az, ami itt a legnagyobb kérdés. A legegyszerűbb forma talán erre a közös imádságra a Szent Mise, és olyan jó, amikor megújulunk mi is abban, hogy itt vagyunk most örömmel együtt, és imádkozunk. Emlékszem, hogy a mi családunkban nem csak vasárnap, hanem olykor hétköznap is elmentünk Szent Misére, sőt, kisgyermekként már elvittek az adventi hajnali misékre is, és a születésnapokat volt, amikor a névnapokat is azzal ünnepeltük, hogy elmentünk együtt Szent Misére. Milyen csodálatos megújulási lehetőség most mindannyiunk számára. A keresztségünkre való emlékezés. A Szent Léleknek a kiáradásáért imádkozzunk most, hogy erősítsen meg bennünket újra abban a kegyelemben, amelyre meghívást kaptunk, s amely tovább lépésre hív mindannyiunkat, egészen addig, amíg megtapasztaljuk, hogy Istennek a szeretett fia vagyunk, vagy leányai. Te vagy az én szeretett fiam, mondja most nekünk az Úr. Hallgassuk egy pillanatig ezt a szívünkben. Benned kedvem telik. Köszönöm, Istenem, hogy a te szeretett gyermeked lehetek. Amen. Isten fizesse meg